A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe a Magyarország gyűlés. Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség 5, a mai állapot szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett, 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához és 4,1 millió Jugoszláviához. A csonka Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. Kistarcsán a békediktátum aláírásának napján, június 4-én az Ifjúság téren 2011-ben felavatott emlékműnél emlékeztek. Tisztelt emlékezők, kedves kistarcsaiak! 1920. június 4-e, délután 4:30, Franciaország. A Versailles melletti Trianon kastély a legnagyobb magyar történelmi tragédia helyszíne. Tudjuk, mi történt. Tudjuk, kik és mit írtak alá. De azt is tudnunk kell, hogy az akkori magyar tárgyalófeleket rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek nevezett diktátum aláírására, amely visszavonhatatlanul megpecsételte hazánk és a magyarok sorsát. Milliók átkozódtak, dühöngtek, tehetetlenek és elkeseredettek voltak az új határon innen és túl, de leginkább túl. Csak az elbeszélésekből tudjuk, milyen volt azokban a napokban a közhangulat. Zúgtak a harangok, háborút megjárt rokkantak, rázták öklüket az ég felé, mindenfelé síró emberek. Aztán eltelt két rövid évtized, és a két bécsi döntést követően visszacsatoltak hatalmas területeket. Persze tudjuk később, mi lett ennek az ára, de akkor az emberek úgy érezték az igazságot, hogy igazságot szolgáltattak nekik. Az akkori törvényhozás egyik törvénycikke ilyen melegen fogalmazott. A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az elszakított felvidék egy része 20 évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a magyar szent korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli, és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit. Nemrégiben láttam egy dokumentumfilmet, amit a visszacsatolások után forgattak Felvidéken és Erdélyben. Csodálatos és fájdalmas volt akkor magyarnak lenni. Egy nemzetet számos csapás érhet történelme során. Már sorolja is a kisdiák. Tatár, török, Habsburg. De Trianon nem egyszerűen csapás volt. Tragédia. A tragédiákat pedig nehéz kiheverni. Ha meghal egy hozzátartozónk, elsiratjuk, meggyászoljuk. Abba bele kell nyugodnunk. De akkor nem ez történt. Akkor nem pusztították el a magyar nemzetet, hanem lassú halálra ítélték. Legalábbis azt gondolták, hogy így lesz. Magyarországot nem egyszerűen területének mintegy 72%-ától, lakosságának nagyjából kétharmadától fosztották meg, hanem sok százezer, egy tömbben élő magyar honfitársunkat taszították kisebbségi sorba. Az ítélkezők közül sokan nem is tudták, mit cselekszenek. Nem volt történelmi, földrajzi ismeretük, és amikor megemlítették az egyik küldöttnek, hogy például erdélyi szín-magyar területek elcsatolását szavazta meg, csodálkozva keresgélt a térképen.
feldarabolták a Kárpát-medencét, amelyet a tudomány emberei, akik közt találunk franciákat, olaszt és más nemzetekhez tartozókat, földrajzi egységnek szoktak tekinteni. Magyarország számtalan tudós szerint Európa védőbástyája volt évszázadokon keresztül. Ahogy egy 20. századi francia történész írja, Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál vagy a Dunánál a mongol hódítókat. És az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt. A készülő döntés igazságtalanságát illusztrálja egy, az angol lordok házában még a diktátum előtt elhangzott felszólalás is. Ebben Lord Newton azt mondta, több szempontból Magyarország többet szenvedett minden más hadviselő országnál. Majd hozzáteszi, Magyarország sohasem kívánta a háborút. A békediktátum megbüntetett egy egész nemzetet, megpecsételte több mint 3 millió magyar életét, és a következő generációk sorát évszázadokra megbélyegezte. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmával azok előtt is fejet hajtunk, akik segítettek megőrizni és tovább örökíteni szerte a Kárpát-medencében anyanyelvünket, táncainkat, zenéinket, magyarságunkat. Hiszem, hogy mindig lesz erőnk megvédeni nemzeti kincseinket és értékeinket, hagyományainkat, szimbólumainkat, intézményeinket, falvainkat, kulturális örökségünket. Ezért azt mondom, hogy egy ászos napon legyünk büszkék magyarságunkra. A trianoni bírák mégsem érték el, hogy nemzetünk eltűnjön. És mivel így van, ennek a gyászos, tragikus eseménynek az évfordulója elsősorban a Nemzeti Büszkeség napja. Kívánom, az év többi napján is együtt dolgozzunk a magyarság jövőjéért. Az ám csendes az ám, bár csak a táridat látnám. Látom füstjét, de csak alig, s az ég alján lengedezik. S édesanyám gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsórára. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsórára. Forralj nekem édes táját, apríts bele lágy kenyeret. Forralj nekem édes táját, s apríts bele lágy kenyeret. Hogy egyem egy víg vacsorát, melyet édesanyám csinált. Hogy egyem egy víg vacsorát, melyet édesanyám csinált. A város vezetése, intézményei és a politikai pártok képviselői mellett a helyi civil szervezetek koszorúztak a Simándi Általános Iskola fúvós zenekarának kíséretében.
A közel 283 ezer négyzetkilométer területű Magyar Királyság 92.963-ra csökkent, csak Románia több mint 102 ezer négyzetkilométert kapott. További súlyos tehertétel volt, hogy hazánk iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át vesztette el 1920. június 4-én.